Az elmúlt hetekben sorra játszották a felkészülési meccseket a megyebeli csapatok, szombattól viszont már bajnoki pontokért lépnek pályára futballisták. Az első osztályban 16, a három másodosztályú csoportban 42, a négy harmadosztályú csoportban pedig 51 együttes szerepel. Vannak visszatérő csapatok is, némi szünet után Demecserben, Nyírbogdányban és Tiszakóródon ismét járhatnak hétvégenként futballmeccsre a szurkolók. Az MLS anyagilag is támogatja a csapatok indulását. Az egyesületeknek alanyi jogon jár, amikor beneveznek az MLS által a 90%-os versenyeztetési támogatás. Ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség 2011 óta tudja biztosítani valamennyi amatőr státuszú egyesületnek. Ez azt jelenti, hogy a TAO-ból a 90%-át a nevezési díjaknak, a játékengedélyi díjaknak, a játékvezetői díjaknak mind-mind a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. A csapatoknak így, tehát csak 10%-ot kell fizetni az MLS, illetve a megyei igazgatóság felé. Azért ez egy óriási nagy segítség az egyesületeknek. Ezen kívül ugye voltak több pályázati lehetőség, szinte minden évben, gondoljunk itt a defibrillátor pályázatra, esetleg volt olyan, hogy külön lehetett korlátokra, futballkapukra, tehát egyéb ilyen eszközökre pályázni, valamint minden évben van ugye a TAO pályázat, ahol szintén az egyesületek a maguk kis sporttelepének a fejlesztésére beírhatnak pályázati dolgokat, akár sportfelszerelést, akár mondom a biztonsági kerítéstől kezdve, a labdafogóhálón keresztül, az öltöző át. Itt is azért van egy bizonyos önerő, az attól függ, hogy milyen tárgyi eszközre vagy egyéb sportszerre írnak be pályázatot, de a jelentős részét a Magyar Labdarúgó Szövetség tudja mellé tenni, vagy a TAO-ban ugye az egyesületeknek kell összeszedni a cégektől. A bajnokság mellett a Magyar Kupa 2022-23-as kiírásában is játszanak egy kört augusztusban. A megyében 29 együttes nevezett, az érintett csapatok 24-én lépnek pályára. Mivel az átigazolási időszak még tart, minden klubnál lehet játékos mozgás. Ahogy az várható volt, azért a szabad átigazolási időszakban azért igen nagy volt a játékos mozgás, mint minden évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Még ebben a hónapban, tehát augusztus 31-ig válthatnak klubot az utánpótlás és a felnőttkorú játékosok is, igaz, most már nem szabadon, ez azt jelenti, hogy csak abban az esetben tudnak eligazolni jelenlegi egyesületüktől, ha a jelenlegi, azaz az átadó klub elengedi, aláírja a lepecsétre az átigazoló lapot. A megyei első osztály nyitófordulójának párosítása a következő: Vásárosnamény-Újfehértó, Balkány-Nyírmegyes, Kemecse-Csenger, Nyírbátor-Tarpa, Ibrány-Mándok, Kálói-Semény-Mátészalka, Nyírbéletek-Nyíregyháza-Spartakusz 2 és Nagyhalász-Nagyecsed.